Jó estét kívánok a Sporthíradóból. A női kézilabda NB2 hétvégi fordulójában vasárnap a Dunavarsány csapatát fogadták a kékcápák. A bajnokságban még pont nélkül álló Dunavarsány ellen nehezen lendültek játékba a cápák, így néhány percig, pontosabban 3-2-es állásig még felváltva estek a gólok. Az első játékrész további részében a hazaiak a várakozásnak megfelelően növelték előnyüket, ami a szünetig 6 gólra nőtt. Ez a távolság 23-17-ig ki is tartott. Ezt követően viszont már látványosan kidomborodott a két gárda közötti tudáskülönbség. A találkozó utolsó negyedében a kifáradó és egyre többet hibázó vendégeket lerohanták a ceglédiek, akik ebben az időszakban már szinte számtalanul lőtték a gólokat és végül kiütéses győzelmet arattak. A végeredmény 36-19 lett. Tóth 9, Mester és Olá 7-7, Prókai 5, Mihály 4, Víg 2, míg Ladjánszki és Asztalos Dóra 1-1 alkalommal volt eredményes. A juniorok mérkőzésén kék cápák Dunavarsány 38-13. Gyöngyösen vendég szerepelt a CKKS NB1-es férfi kézilabda csapata. A férfi kézilabda NB1 23. fordulójában Gyöngyös Cegléd 29-27. A kék cápák országos gyermekbajnokságban szereplő U11-es csapata először játszott hazai pályán ebben a szezonban. Vasárnap a Százhalombatta és a Vác csapatát fogadták a lányok a Gály József sportcsarnokban, ahol végül mindkét felsőházi mérkőzésen alul maradtak. Gól nélküli döntetlent játszott a CVS-e a labdarúgó NB3 keleti csoportjának 20. fordulójában, amikor a tabella 3. helyén álló Kazinc Barcikához látogatott. Dunakanyar Szentendre CVS-e a labdarúgók U19-es korosztályában 2-7, U17-ben 1-6. Az U16-os korosztályú lánycsapat Dabason vett részt egy 6 csapatos tornán, amelyen a 2. helyen végzett. A torna legjobb játékosa a ceglédi csapatból került ki Magyari Noémi személyében. A férfi vízilabda OB1-ben Nagy Kanizsa CVS-e 13-8, az OB2-ben Szolnok Lamantinok 11-7 és Vác Lamantinok 12-6. Cegléd Csongorád az országos fiú ifjúsági vízilabda bajnokságban 8-10, a serdülőknél 19-13, a gyermekkorosztályban 9-15. Az U10-es gyermekbajnokságban Ibl CVS-e 4-15. Cegléd, Angyalföldi Sportiskola a leány országos serdülő vízilabda bajnokságban 9-6, a gyermekkorosztályban 7-8. A férfi asztalitenész NB1-ben Nyírbátor, Szuperinfo CVS-e 9-9, az NB2-ben Debrecen Cegléd 6-12. Népes küldöttséggel vágott neki a hagyományos karcagi versenynek a Szuperinfo CVS-e asztalitenni szakosztálya. A szép eredményekhez jó játék is párosult. A serdülők között újonc ceglédi játékosok indultak, és egy arany, valamint két bronzéremig meg sem álltak. A Teke NB1-ben Cegléd, Fővárosi Vízművek 5-3. Az IFIK szintén győztek, a végeredmény 3-1 lett. A Városi Teke CB 20. fordulójában nyert a Sanyi Bau, a Mimózáka, az Aminoxid, a Premier ablakrendszerek, a Norma Festékház, a Ceglédi Panoráma és a Nagykőrös csapata. A junior kötött fogású válogatott keret szombaton az Austrian Openen vett részt. A 10 ország birkózóit felvonultató versenyen a CVS-e TS Integrál versenyzője Kecskeméti Ferenc a 60 kg-ban lépett szőnyegre. A tervezett súlycsoportjánál egyel fentebbi kategóriában indult, de ennek ellenére Kecskeméti Ferenc 3 győzelmet és 2 vereséget követően az 5. helyen tudott végezni. Ugyancsak szombaton a kadett kötött fogású válogatott is nemzetközi versenyen vett részt Horvátországban. A válogatott kerettel 2 ceglédi fiatal is elutazhatott, Török Tamás az 54 kg-ban az első, míg Kecskeméti Dávid a 42 kg-ban a 2. helyen végzett. Olaszországban 4 ceglédi cságáncsozó lépett tatamira a 20 ország 380 versenyzőjét felvonultató Európa Kupa mezőnyében. Árvai Péter súlycsoportjában nem talált legyőzőre, Ócsai Sándor az 5., míg Kerekes Gréta a 9. helyen zárt. A serdülők korosztály Vásárosnaményban az országos diákolimpiai döntőn gyűjtötte szorgosan az érmeket, 4 ceglédi egészen a bajnoki címig menetelt, míg 2 súlycsoportban házi döntőt vívtak a CVS-e cselgáncsozói.
A legifjabbak Kerepesen regionális versenyen mérettették meg magukat, számos érmet gyűjtve. A hosszabbítás vendége a 11. profi meccsén is győztes ökölvívó Szellő Imre lesz. Addig is köszönöm figyelmüket.